A legérzékenyebb szervről, a heréről szól ez a videó. A férfiak többsége nem is sejti, hogy nap mint nap mennyit árt neki. Az egyik legkárosabb hatás, ami a herét éri, a hosszantartó ülés. Teljes meddőség is bekövetkezhet, vadászni kell a spermiumokra. Megdöbbentő, ilyen egy férfi spermája, aki több éven át folyamatos ülőmunkát végzett. Itt lehetett látni egyet, ami mozdulatlan volt. A professzor mutatja, az ondóban alig van néhány hímivarsejt, azok is túl lassan mozognak, nem képesek a megtermékenyítésre. Minden jól működik látszólag. Látszólag minden változatlan, a nemi vágy, a teljesítmény és az ondó mennyisége. Azt csak mikroszkóppal látni, hogy nincs elegendő spermium. Összehasonlításképpen ilyen az egészséges spermakép. Legalább 20 millió hímivarsejt van benne. Mindjárt mutatjuk, mit tehetsz, hogy megőrizd, de még előtte nézzük, mi a baj az üléssel. A herezacskóban ideális esetben 35 fok van. Ha ülsz, a hőmérséklet hamar 37 fok közelébe emelkedik. Ezt már nem bírja a hereszövet, és pusztulni kezd. A hereszövet ezt a 37 fokot nem tudja elviselni, és egy folyamatos és állandó károsodás szenved. Azért rossz az ülés, mert a tested egyrészt szorosan közrefogja a herét és kívülről melegíti, ugyanakkor romlik a vérellátása, a pangó vér pedig belülről emeli tovább a here hőmérsékletét. Hogyha elpusztul a here szövet, akkor nem tud újra termelődni a spermium, és egy idő után elfogy és nem lesz. A here szövet pusztulása, ha már megtörtént, visszafordíthatatlan. Nem, ne aggódj, nem kell mérned a hőt. Íme néhány tanács az orvostól, hogy megelőzhessd a bajt. Kelj fel minél többször, amint felállsz, javul a vérellátás és csökken a hőmérséklet. Az is megoldás, ha a lábad felrakod az asztalra. A szék helyett használj labdát, ez nagyobb szabadságot ad és kevésbé nyomja az ereket. Ne felejtsd, a túlszoros nadrág és alsó nadrág ront a helyzeten. Ha autózol, többször állj meg és szállj ki, és soha ne használd az ülésfűtést. Végül kerüld a hosszú forró fürdőt és általában a meleg vizeket. Ezekkel az egyszerű szabályokkal a férfi meddőség esélye jelentősen csökken.